Na sziasztok, én Gár Roland vagyok, és ez az első, leges-legelső adásunk, és hát nem is akármilyen vendéggel vagyunk most itt. Biztos nagyon sokan ismeritek Zsoltit, a pozitív taxist, úgyhogy most ő van itt velem, és vele fogunk beszélgetni. Szia Zsolti, mi újság? Hogy van? Szia Roland, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget. Nem is tudtam, hogy én leszek az első egyébként, úgyhogy ez így még jobban esik. Köszönöm szépen. Jól vagyok, abszolút. Tartunk Szegedre, egy ismerősömhöz éppen hozzuk fel majd Budapestre. Hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Szeretnék ebből, megmondom őszintén, egy ilyen kis sorozatot csinálni, ahol minden héten, vagy tegyük fel, minden harmadik nap elhívok ide egy ilyen kis Zoom meetingbe valakit, és tudunk egy jókat beszélgetni, és ez valószínűleg Spotify-on lesz fenn, SoundCloud-on, meg minden olyan platformon, ahol meg lehet majd hallgatni őket. Úgyhogy, hát kezdjünk is bele. Az első kérdés, amit felírtam itt a saját magamnak, az, hogy egy kicsit mutatkozz be, hogyha valaki még nem ismerne TikTokról, mert valljuk be, engem is nagyon sokan TikTokon követnek, és valószínűleg... Mint ahogy én is. Hát igen, köszönöm szépen. Úgyhogy, ha valaki ezt a podcastet fogja hallgatni, valószínűleg TikTokról ismer engem, de biztos, hogy már veled is találkozott TikTokon. Mivel foglalkozol pontosan? Sziasztok, Dencsi Zsoltnak hívnak, és Budapesten dolgozom taxisként, valamint most egy párommal és egy kisebb csapattal belekezdtünk egy nagyobb projektbe is, ami egy könyv végül is, úgyhogy azt gondolom, amire ezt már hallgatják az emberek, addigra már publikáltuk is a könyvet. Úgyhogy most jelen pillanatban ez a két dolog van folyamatban, ami munkatéren van az életemben, valamint a folyamatos önképzés és tanulás. Azt lehet tudni pontosan, hogy a könyv miről fog szólni? Már nyilván nem szeretném, hogy leszpoilerezd, hogy mi lesz a végén, de hogy ez az életutadat fogja bemutatni esetleg, vagy a saját tapasztalataidat, hogy miket értél meg? Szerettem volna egy motivációs könyvet írni, de olyan formában, hogy ne egy sablon legyen. Ugyanis azt gondolom, hogy most már Dunát lehet rekeszteni mindenféle motivációs könyvvel, ezért az én írásom az egy kicsikét másabb lesz. Taxisként mutatom be sztorikat, taxi sztorikat mutatok be, amelyeket az életbe való pozitív hozzáállásba bele lehet építeni, valamint az én életutamat, amik történtek velem fiatalon, gyermekként, majd felnőttként, főleg 2009 óta, hogy léptem túl azokat a nehézségeket, vagy inkább most már azt mondanám, hogy feladatokat, amelyeket sikeresen megoldottam. Aha, és hát ahogy a neved is sugalja, pozitív taxis vagy, nyilván, de mindig ilyen pozitív voltál? Vagy kellett-e valami számodra az életedben, talán egy ilyen mélypont, hogy tényleg te itt a gondolkodásmódodat kicsit megváltoztas? Mert szerintem ez példaértékű, ezt valljuk be. Köszönöm szépen. Nem voltam mindig ilyen pozitív. Igazándiból mondhatom azt, hogy mindig is céltudatos emberként éltem, és 2009-ben kitűztem magam elé egy nagy célt, amikor elkezdtem taxizni, hogy ezen belül lesz egy kis mini vállalkozásom, de nagyon sokat küzdöttem érte, szó szerint napi 12-14 órákat dolgoztam, 7-ből 7 napot. És 2017-ben kaptam egy telefont, amikor összeomlott minden, és úgy éreztem, hogy már nem bírom tovább, és egy nyár volt, nagyon másnaposan felébredtem, mert nagyon sokat ittam, és néztem a Facebookot céltalanul, úgy éreztem, hogy ennyi volt, nem bírom tovább, és valaki megosztott a Szabó Péternek az egyik videóját, ami úgy kezdődött, hogy hogy jövünk mi emberek ahhoz, hogy életnek merjük hívni azt, amit csinálunk. És ez volt az a videó, amely megadta számomra ezt az óriási fordulatot, hogy elkezdtem Péternek mind a videós, mind a hanganyagait, mind pedig a könyveit direktben keresni. És ez volt, ami megadta nekem azt a lépést, hogy elkezdjek cél tudatosan a pozitív gondolkodás irányába menni, és én nem szeretném azt mondani most, hogy a pozitív gondolkodás a valóság tagadása, mert nem, mert nagyon, nem mondom azt, hogy sok, de történnek rossz dolgok az életbe, de jobb így, és könnyebb előre haladni. Igen, hát hogyha már így is úgy is sok dolog történik veled egy nap, akkor érdemes tényleg mindig a pozitív oldalát nézni a dolgoknak mindig.
Ezt abszolút így látom én is. Tehát ugye van is a pozitív híradó, amit csinálok, és mondom azt benne, hogy sokkal több napsütés van, mint hurrikán, de az emberek mégis a hurrikánról beszélnek, tehát érdemes észrevenni nem csak a hurrikánt az életünkben. Hát persze, persze. Meg azt hiszem, csináltak is egy ilyen marketing kimutatás, hogy, hogy ha van egy szolgáltatásod, és tegyük fel, történik veled 10 jó dolog, de hogyha már a cég, akitől vásároltál, egyetlen egy rossz dolgot csinál, akkor a sokkal több embernek mondjuk el, hogy az az egy rossz dolog történt velünk, mint sem a mellette lévő 10 jót. Szóval az ember szerintem ilyen beállítottságú, hogy, hogy is mondjam, szeretünk egy kicsit sírni, szeretjük megosztani a problémánkat, szeretünk panaszkodni másoknak, és szeretünk abba osztozni, hogy milyen rossz nekünk. Ezt te hogy látod? Igen, mert erről jó beszélgetni, és én azt gondolom, hogy ilyenkor az emberek a folyamatos visszacsatolást keresik abba, hogy de nem így van, stb. Meg erre fogékonyak az emberek, tehát igen, a legtöbb emberrel ugye erről lehet beszélgetni, hogy milyen szar dolgok történtek. Tényleg nem mondod, veled, te velem is képzeld el. És erre fogékonyak az emberek. Megmondom neked őszintén, hogy én ezeket az embereket leépítettem az életemből. És nem azért, mert szemét vagyok, hanem nem hagyom, hogy mérgezzék az elmémet, és egyszerűen nem tudok ezekkel az emberekkel beszélgetni, akik állandóan csak a negatív dolgokról beszélnek. Nekem is vannak negatív dolgok, például ahogy te is mondtad, ugye a cégeknél 10 jó dolog, egy rossz dolog, például a pedig külösöm csúnyán csinálta meg a lábam, és erről beszélgettem a párommal 2 hétig, hogy milyen csúnya lett a lábam. Úgyhogy én is beleesek ebbe a dologba, de ilyenkor nyakon kell csípni magunkat, és azt gondolom, hogy észrevenni, hogy ne csak negatív dolgokról beszéljünk, hanem a jó dolgokról is, mert például itt most megyünk az autópályán, rengeteg jó dolgot tudnék felsorolni. Na hát ez a legfontosabb, és hát hogy is mondjam, neked nehéz meglépés volt azt megtenni, hogy jó, oké, itt meghúzzuk a vonalat, és mától nem fogom engedni, hogy negatív emberek lehúzzanak nap, mint nap. Hogyha ez a legjobb barátom volt, hogyha ez anyukám volt, ha testvérem volt, de hogyha egész nap csak a szart szarkózza nekem, és ezzel lehúz, hátráltat abba, hogy én valamit elérjek, nehéz volt ez számodra meglépni? Hogy tényleg, hogyha valaki még közel is áll hozzád, akkor is azt mondani neki, hogy ne haragudj, de ez ilyen fog működni? Igazándiból ezt mind a ketten érezzük, hogy valami kezd nem működni köztünk. Hiszen ő a negatívról beszél, én ezt nem tudom befogadni. Az emberek megérzik egymás között a kapcsolatot, a kapcsolódást, vagy pedig az ellentétet. És lehet, hogy előtte kapcsolódás volt, mert partner voltam én is a panaszkodásba, de utána viszont, ahogy kezdtem én is másképpen gondolkodni, utána kezdett egy ilyen taszítás lenni köztünk. Tehát nem is az, hogy ezt inkább meglépem, hanem ez így alakul ki úgy is, hiszen két ilyen ember hosszú távon nem tud egymással kommunikálni és egymással beszélgetni. Hát ez teljesen így van. Meg azt hiszem, van is egy ilyen kimutatás, hogy megint így a nagy statisztikákkal, meg a fancy szavakkal érjek, hogy tényleg annak az 5 embernek az átlaga vagy, akivel nap mint nap körülveszed saját magad. Ez abszolút így van. És hogyha tényleg olyan emberekkel veszed körül magad nap, mint nap, és olyan emberekkel beszélsz, aki panaszkodnak, lehúznak, nem haladnak előre az életben, akkor valószínűleg most mindenki tegye a szívét a kezére, te se fogsz. Mert átfogod meg azt a habitust, azt a modort, nem jó. És valószínűleg, hogyha én most még mindig innék, és olyan életet élnék, mint régebben, akkor ezt a videót nem csinálnánk. Azt akartam megkérdezni, hogy beszéltük, hogy tényleg van egy ilyen pozitív gondolkodáson, de hogy jött az, hogy te ezt megosztod másokkal, és elmondod a véleményedet, és töltesz fel videókat TikTokra? 2018. február 23-án, vagyis már előtte is megérett az bennem, hogy szeretnék motivációs előadást tartani, és a legnagyobb célom az életben meg is fog történni, most egy picikét csúszik ugye a Covid miatt, de hogy megtöltöm az arénát. És Szabó Péter, aki a példaképem, együtt álljak vele egy színpadon. Utána egy fiatal ember, aki a mentorom lett, Péternek a barátja, Bence, ő segített nekem ezen az egész úton, a mentorálással tanított, és
utána jött az Instagram, most pontosan így évszámot azt nem tudok meg hónapot, hogy az Instagram mikor indult el, de a TikTok az pedig 2019 novemberébe tettem fel, ha jól emlékszem, az első videót. Hogy jött a TikTok? Igazándiból tartalomnak használtam, tartalomgyártásnak használtam, és egyszer csak úgy döntöttem, hogy felrakok egy-egy perces videót, és azt láttam, hogy percek alatt több ezer követő lett, és ott maradtam a TikTokon. Köszönjük szépen, hogy itt maradtál. Köszönjük szépen. Akkor számodra így összegezve szerint elmondhatjuk, hogy fontos az, hogy ha valaki veled jót tett, és neked megvan az a lehetőséged, hogy te is pozitív dolgokat osszál meg, segítsél másokon, akkor ez a lehetőséggel élsz. Mert máskülönben nyilván te se csinálnál videókat, hogyha nem szeretnél valamilyen értéket képviselni, vagy segíteni másoknak. Tehát én nagyon szeretek adni és kapni is, ugyanis azt gondolom, hogy ha nekem megváltoztatta az életemet egyetlen egy darab videó Szabó Pétertől, akkor ilyen követőszámnál nagyon sok embernek tudok segíteni azzal a azokkal a gondolatokkal, melyeket én képviselek, és azért ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a legtöbb tapasztalat és a legtöbb tanítás számomra a saját életemből jön. Hát ez a legfontosabb, látod, mert nem szabad szerintem egy ilyen fake világban élni, és azt mutatni, hogy mi nem vagy, mert hogy abban a pillanatban, hogyha már tényleg megjátszod magad, és nem saját magadat adod, akkor az egész fucsba dől. Az egész ez dolog, nem vagy hiteles, nem tudod a nevedet adni semmi mellé, hogyha nem saját magadat adod. Az emberek ez szerintem azért szeressenek, meg azért kövessenek, amilyen vagy. Hiába tegyük fel, csinálunk egy ugyanolyan videót, ugyanarról a témáról, amiben ugyanazt a kérdést válaszoljuk meg, ugyanazzal a válaszsal, de a te előadástílusod, meg az enyém teljesen különbözik, és az, szerintem azért nézik az emberek a videókat, mert téged szeretnek, meg a gondolkodásmódodat, és a 7,5 milliárd emberből még egy olyan ember, mint te vagy én vagyok, nincs. Nincs egyforma ember, így van. Ez abszolút így van. Valamint én azért is szeretem azt, hogyha most ha nem rólam beszélünk, hanem bárki másról, hogy a saját életéből merített tapasztalatokból és tanulásból hoz mondjuk tartalmat a social médiás felületekre, az lesz hiteles. Persze. Hiszen tudom, nagyon sokan vannak, akik mondjuk elolvasnak egy könyvet, aztán osztják az észt. Igen. Szerintem ez veszélyes is, egyébként, hogyha ilyen tartalmakról van szó, valamint nem hiteles egyáltalán. Mert elolvasod egy könyvet, ne oszd az észt. Beszélj róla. Jó, beszélhetsz róla, az egy tök jó dolog. Mondd el a véleményedet, vagy mondd el azt, hogy neked ez a könyv miért tetszett, vagy mi a véleményed igen róla. De lekopizni egy per egyben ugyanazt eladni hosszú távon, úgyis kibújik a szakazsákból. Ja, persze, abszolút. Ez abszolút így van, és nem is leszel hiteles. Neked gyerekkori álmod volt taxizni? Nem. Kényszer volt taxizni. 2009-ben meghalt édesapukám, ezek mindegy időben történtek, meghalt édesapukám, engem egy epekőműtétbe majdnem belehaltam, ezért elvesztettem az állásomat, elvesztettük a házunkat, anyukám rákos lett, elvitte a bank az autómat, és kirúgtak a munkahelyemről. Így nem volt más lehetőségem, mint hogy elkezdtem taxizni, gyűlöltem. De olyan szinten gyűlöltem taxizni, hogy azt nem tudom neked elmondani. Az egész életemet utáltam akkor. Ittam is. Akkor az mondhatni egy elég nagy mélypont volt az életedben. Így van. De hát ugye azért vannak a hullámvölgyek, hogy legyenek a hullámhegyek. Tehát ha beülsz egy mozifilmre, ahol csak egy zöld rétet látsz másfél órán keresztül, hát az első 5 perc az ilyen relaxáció zenék mellett biztos, hogy jó lesz, de aztán már fájni fog a segged a másfél órás üléstől, mert unatkozni fogsz rajta. Úgyhogy jobb beülni egy vígjátékra, ahol mindig történik valami. Az élet is ilyen szerintem. Nem mindig vígjáték az élet, de hogyha mindig csak jó lenne, akkor unalmas. Hát igen. Ezt teljesen aláírom, hogy jó, persze, senki se kíván a másiknak rosszat, de ezek a dolgok, hogy vannak mélypontok az élet része, szerintem, sőt, hát az élet része, úgyhogy meg kell tanulni ezekkel együtt élni, és az a fontos, hogy a mélyponton is vagy, valami erőt, vagy valami kitartást lehelned kell saját magadba, mert nagyon könnyű a mélypontba maradni. Most te is, hogyha ott maradtál volna, tényleg, ahogy mondtad, nem is beszélgetnénk, és nem segítettél volna több ezer embernek,
azáltal, hogy megosztod a videóidat. Igen, én egyébként nagyon fontosnak tartom azt a célok. Tehát, hogy hiába vagy mély ponton, legyenek céljaid. És én azt gondolom, hogy minden embernek vannak céljai, mindenkinek. Csak sokan nem tudják, hogy vannak. És ezt meg kell, hogy keressék magukba. Ugye 2009-ben nekem az volt a célom a legnagyobb akkor, hogy legyen egy kis mini vállalkozásom a taxin belül. Volt értelme minden reggel felkelnem, még hogyha nehéz is volt, még hogyha másnapos is voltam, de minden reggel fel tudtam kelni, és azt mondtam, hogy ez az, tehetek a célomért ma is, kimegyek dolgozni. És értem én, hogy nélkülöztem, de a sikernek nem titka, hanem ára van. Nagyon nagy ára van. Igen. És ezt bele kell tenni, és azt a bizonyos beletett energiát nem akkor fogod élvezni, hanem később. Jó pár évvel később, vagy évtizeddel később. De minden reggel úgy tudsz felkelni, hogy ma is teszek ezért. Igen. Ezt amit most mondtál, hogy tényleg a sikernek ára van, rám is nagyon sokan szoktak írogatni, hogy mi a véleményem ezzel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, és hát nem tudom, hogy vagy veled, de én Instagramon, meg social médián is nagyon sokat találkozok ilyen lehúzós, tedd ide a pénzed, tudok egy tuti befektetést, és holnap, máról holnapra milliómos leszel című, mindenki tudja, hogy kamu dolgokkal. És amit én szeretnék megértetni az emberekkel, most össze is teszem itt a két kezem saját magam előtt, hogy ha mindig a rövid utat keresed azon a hosszú úton, amit be kell járnod afelé, hogy nem is sikeres, hogy gazdag legyél, hanem hogy boldog legyél, ha mindig csak tényleg rövidítéseket keresel, zsákutcába fogsz futni. Mert van egy út, amit ki kell járnod, én szerintem, ezt ismétlem, ez az én véleményem, amit tényleg be kell járnod annak érdekében, hogy jól érezd magad. És azért tenned kell, hogy boldog legyél. Ha mindig csak a próbálsz olyan dolgokat csinálni, hogy, hát hogy is mondjam, a rövidítéseket keresni, kibújókat keresni, nem dolgozni, de mégis várod, hogy a sült galamb beleessen a szádba, az hosszú távon biztos, hogy nem fog működni. Ebben abszolút igazad van, amit mondasz, és ugye, hogy az elején mondtad is ennek a kis résznek, hogy az emberek várják az azonnali sikert. Ezért is ennyire csábítóak ezek az ajánlatok, amiket mondtál, hogy tedd ide a pénzed, tedd oda a pénzed, és akkor holnapra milliómos leszel. Az emberek az instant eredményeket várják, pedig nincsenek instant eredmények. Nagyon sokan a szerencsére alapoznak, az én véleményem szerint egyébként a szerencsére lehet is alapozni, ez bármelyik vesztes megerősíti. Úgyhogy tenni kell azért, hogy legyen eredménye. Mert mindennek lesz eredménye egyébként, ha teszel érte. Az már más kérdés, hogy milyen, de lesz eredménye. Viszont tényleg sokan az instant eredményeket akarják most, azonnal, és ha nem sikerül, akkor viszont egy óriási csalódás, aztán utána feladják. Hát én nem vagyok szerencsés. Én nekem ez nem sikerül. Hát jó, megpróbáltam, és mennyit tettél bele? Egy hetet? Szóval ez így nem fog működni. Főleg, igen. Mikor belegondolsz, hogy akik engem követnek, vagy 14, 15, 16 évesek, és tényleg kipróbálnak valamit, tegyük fel, kipróbálnak valamit, csinálják egy hétig, két hétig, egy hónapig, fél évig, de akkor is türelmetlenek az emberek, tudod? És hogyha a nagy képet nézed, azt a bigger picture-t, hogy baszki, 80, 85, 90 éves korodig fogsz élni, és most vagy 18 éves, elbaszhatsz másfél-két évet arra, hogy megtaláld azt, amit szeretnél, amit szeretsz csinálni. És még akkor is jó vagy, mert az elkövetkezendő 60 évet úgy is dolgozni fogod, de legalább már megtaláltad azt, amit szeretsz csinálni. És mindig, mikor kérdezik tőlem, hogy miben érdemes fektetni, ez az ultimate kérdés, amit nagyon sokszor megkapok, hogy milyen szakra érdemes menni, mit érdemes tanulni. Nagyon sokszor, sőt, már tényleg csak azt tudom erre mondani, mindig így válaszolok rám, hogy a legeslegfontosabb az, hogy megtaláld a saját magadban, mit szeretnél csinálni. Hogy mi az a téma, mi az a dolog, ami téged érdekel. Lehet, hogy nem leszel belőle milliómos, de sokkal jobb úgy felkelni minden hétfő reggel,
7 órakor, vagy 6 órakor, hogy azt csináld, amit szeretsz. Mert hiába van szerintem 2 millió forint a bankszámládon, hogyha bemész a munkahelyedre, és a főnököd baszogat, vagy inkább keresél fele annyit, vagy negyed annyit, de tényleg akkor tedd oda magad, és azt csináld napi 10-12 órában, amit szeretsz. Én ezt szoktam erre a kérdésre mondani. Ez nagyon fontos. Tudod, vannak azok a halmazok, amikor valaki szereti a munkáját, és kevés pénzt keres vele. Van, aki sok pénzt keres, de nem szereti a munkáját. Van, aki kevés pénzt keres, és még a munkáját is utálja. De a legszerencsésebb ember az, aki annyi pénzt keres, amennyit szeretne, és még szereti is a munkáját, de ebből vagyunk kevesebben sajnos. Igen. És az a fontos látod, hogy szerintem téged is nagyon sok fiatal követ, már csak abból kiindul, hogy a TikTok az még elég ilyen tinédzser korban van. És mit akartam mondani? Szokott lenni ilyen kis elmezavarom, mikor elfelejtettem. Nem baj. Úgyis vissza fogsz kanyarodni hozzá. Nem biztos vagyok bennem. Igen, nagyon sok fiatal követ. És szerintem tényleg az a legfontosabb, hogy míg fiatal vagy, próbálj ki minél több mindent. Nem kell neked még tudni 15, 20, 25 évesen, hogy mit szeretnél csinálni, mert lehetetlen. Hogyha azt a 2-3 évet arra szánod rá az életedből, hogy tényleg nagyon sok mindent kipróbálj, belekóstolj ebbe, belekóstolj abba, tegyük fel, szeretsz főzni, akkor főzzél fél évig, főzzél egy évig, és tudd meg saját magadnak, hogy ebből meg lehet élni, és szereted-e csinálni. Mert hogyha 70, meg 80 éves leszel, és lesz egy ilyen kis foteled, mint nekem van, amiben most ülök, akkor elég szar lesz visszagondolni arra, hogy nem tudod, hogy mi lett volna, ha. Lehet, hogy... És azt mondod, hogy bárcsak. Így van. Mert akkor már semmit nem tudsz csinálni, eljárt feletted az idő, Én azt gondolom, hogy azért időskorban is lehet kitűzni célokat. Tehát annyira nem szeretnék belemenni a kémia, biológia, a testnek a működésébe, de van a fiatalság elixírja, ami akkor működik, akkor termelődik, akkor él a testedbe, amikor vannak céljaid és vannak terveid. Nem véletlen, hogy ha látsz mondjuk egy 40 éves embert, célok, tervek nélkül, akkor úgy néz ki, mint egy 80 éves, vagy amikor látsz egy 80 éves embert tele célokkal és tervekkel, úgy néz ki, mint egy 40 éves. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy sokan mondják azt is, hogy hát én már 50 éves vagyok, hát 5 év kéne már ahhoz, hogy ezt megcsináljam, hagyom inkább a fenébe. Miért nem fog eltelni az 5 év? Csak az a nem mindegy, hogy te akkor éppen hol fogsz tartani. Az 5 év az úgyis el fog telni. Én azt gondolom, hogy egyébként teljesen mindegy, 20, 40, 70, bármennyi is vagy, érdemes mindig, hogy legyenek célok, mert ez tart minket életbe. Ez az egyik alapja. Ezzel egyetértek. De ahogy mondtad is egyébként, fiatalon nagyon sok mindent ki kell próbálni, nagyon sok mindenbe bele kell fogni, de az ember úgy is érezni fogja azt, hogy ha az a valódi cél, az a valódi dolog, az ott belül érződik, mint ahogy én is érzem azt, hogy meg fogom tölteni az arénát, és ez a nagy célom, és én ezzel szeretnék foglalkozni, ezt érzem belül. Annyit tegyél már meg nekem, hogy ha az arénában lesz előadásod, egy jegyet majd csúsztassál már ide nekem. Mindenféleképpen. Neked mi az, mindenféleképpen. Mi az a kérdés, amit legtöbbet megkapsz TikTokon, amire tényleg nagyon, nagyon nagy az igény. Hogy vagyok én ilyen pozitív, igen. Most ugye van az a kérdezfelelek, most csinálom ezt, szoktam a kérdésekre válaszolni, de mind az élőadásokban, meg mind a kommenteknél is ez a legjellemző, hogy vagyok én ilyen pozitív. Én azt gondolom, hogy minden embernek fontos az, hogy higgyen valamibe. Ez teljesen mindegy, hogy micsoda. Isten, univerzum, egy tábla, most pont láttam egy táblát, azért mondtam, de valamiben higgyél. És hogyha van hited, akkor az már egy óriási előnyt jelent ahhoz, hogy így tudjál gondolkodni. És a folyamatos önképzés, a folyamatos tanulás,
ez nagyon fontos. Így van. Ezzel teljes mértékben egyetértek, mert... Mint ahogy te is a tudásodat, ugye, gondolom, nem úgy születtél meg, hogy bitcoin volt a kezedbe. Nem. És nagyon sokan, pont csináltam egy videót is tegnap, hogy én most a Corvinuson vagyok, vagyis szeptembertől ott fogok kezdeni megint harmadéves hallgatóként, és kérdezik... A bálánál, bocsánat? Igen, igen. Na, akkor iszunk egy kávét. Jó, mert amúgy a Colin is pont úgy volt előző fél évben, hogy az ablakomat, mikor kinyitottam, telibe ráláttam. Akármilyen rendezvény volt, itt csak levettem a kis szemüvegemet, aztán integettem be a népnek, hogy hello, mi újság. Sokan kérdezik tőlem is, hogy így születtem-e, meg hogy én hogy értek ennyi dologhoz. És az igazság az, hogy mikor kérdezik, hogy tényleg megéri elmenni egyetemre, megéri ezt tanulni, megérni azt tanulni, akkor azt mondom, hogy az önképzés az a legfontosabb, mert véleményem szerint az egyetemi oktatás, meg a középiskolai oktatás, az egész oktatás amblok meg van ragadva egy szinten. És ez a szint, ez 50-60 évvel ezelőtt, mikor még az volt a norma, hogy jó van, kisfiam, tanuljál jól, hozzad az ötösöket, beíratlak egyetemre, lesz egy komoly papírod, és el tudsz menni cégekhez dolgozni, akkor ez működött. De azzal, hogy ez a rendszer itt megakadt, és nem haladt a korral, nem haladt a technológiával, így szerintem még a szülők is nagyon túlértékelik azt, hogy a gyerekek egyetemre menjenek. És ezt úgy mondom, hogy én is egyetemen vagyok, mert mikor tényleg kérdezik, hogy honnan tudok ennyi mindent, akkor mindig mondom, hogy a tudásomnak kevesebb, mint a 5-10%-a származik arról, hogy én bementem vállalatgazdaságra, vagy bementem mikroökonómiába. Szóval szerintem a legfontosabb az, hogy az ember tudjon angolul, mert hogyha tudsz angolul, akkor gyakorlatilag az interneten meglelhető információ tényleg tömérdek mennyiségben rendelkezésed áll, és onnan már a te feladatod az, hogy mit mazsolázol ki, és milyen információt hitsz el. Szóval... Honnan tanulsz például? Internet? Internetről. 5-10% az iskola? És ennyi. És ennyi. És kérdezik, hogy szoktam-e olvasni, és én nem szoktam olvasni. Nem azért, mert nem tudok olvasni, nyilván. Nyilván. Mert mikor a kezembe veszek egy könyvet, akkor valahogy annyira kiölték belőlem általános iskolába a kisvukkal, meg a tüskevárral azt, hogy olvasni lehet nem kényszerből is, hogy én nem szoktam olvasni. Meg amúgy is... Mit gondolsz, de minden ember képes megszerezni ezt a tudást, úgy, ahogy te csinálod? Vagy pedig kell hozzá egy készség, vagy egy fogékonyság? A fogékonyság annyiból kell, hogy olyan témába kell jártasnak lenni, amit szeretsz. Mert hogyha engem kérdeznél, tegyük fel, hogy hogyan kell becsavarni egy villanykörtét, vagy hogyan kell megcsinálni egy csirkepörköltet, akkor nem tudnék rá válaszolni, mert az a téma egyszerűen kimaradt az életemből. Én szerintem vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy ez a téma érdekelt, ez a pénzügyi téma, hogy mit meg hogyan lehet jól csinálgatni. Az elmúlt, hát nem akarok nagyot mondani, de 2-3 évet tényleg azzal töltöttem, hogy nem csináltam videókat, csak itthon ültem, nézegettem videókat, tanultam, próbáltam fejleszteni magam, de ez nem tudatos volt, ez teljesen tudatalatti, mivel valamiért ez érdekel. Ezt szeretem. Pont erre szerettem volna kiukadni a kérdésemmel is, hogy hiszen téged ez érdekel, te erre vagy fogékony, és ez minden emberben, én azt gondolom, hogy ott van, de nyilván nem a pénzügyi, tehát minden ember másra, én ahogy a motivációra, te a pénzügyre, a harmadik ember pedig a csirkére, amit az előbb mondtál, amit én sem tudnék megcsinálni, de ő meg tudja csinálni, és hogy pont ezt kell megkeresni, megtalálni az embereknek saját magukba, amit most te is mondtál, hogy nem tudatosan, hanem tudatalat, ott ültél, és nézted, tanultál folyamatosan. És itt mindenkiben szerintem van egy ilyen dolog. Csak más. Nem mások vagyunk. Meg kell találni. Ezért is beszéltük az előbb, hogy tényleg próbálj ki nagyon sok mindent. Hogyha most ezt a podcastet hallgatod, és vagy 13-15 éves, és anyukád erőlteti rád, hogy kisfiam, tényleg menjél el erre az egyetemre, csináld meg ezt vagy azt, próbálj meg kicsit betartani neki, és találd meg azt a dolgot, amit szeretsz csinálni. Erre tényleg szerintem ez a legjobb tanács, amit ebből a podcastből el lehet majd vinni.
ez így van. Azért furcsa lenne, hogyha a nyúl anyuka azt akarja, hogy a nyúl fia ússzon. Hát igen. Neked mi a véleményed arról, hogy, hogy a szülők próbálják rá erőltetni a saját akaratukat a gyerekre? Hát igen, ez egy kényes téma. Én azt gondolom, hogy ez annyira nem, mert van mondjuk egy művész lélek, aki imád kint lenni a természetben, és imád festeni, alkotni, már pedig te fiam ügyvéd leszel. Igen. Tehát ennyi. Ez a véleményem. Szuper. Gondolkoztál amúgy azon, hogy YouTube-ra töltesz fel több tartalmat, mert mielőtt elkezdtük ezt a kis meetinget, ezt a kis beszélgetést, beütöttem YouTube-ra a te csatornádat, és amúgy hát töltöttél fel sok mindent. De az legutolsó videód az egy héttel ezelőtt lett feltöltve, azt hiszem, pozitív híradó külön kiadás az a címe. Igen. Gondolkodtam, ezért meg is csináltuk. Most már ugye egy kisebb csapattal dolgozom, a párom, és még egy páron vagyunk ebbe a csapatba benne. Nem tudok még egy YouTube csatornát is kezelni, úgyhogy ebben most már segítségem van a YouTube csatornának a kezelésébe, de oda külön tartalmat gyártani most már nincs kapacitásom. Igen. Tehát ugye Facebook, Instagram, TikTok, könyv mellette workshopra készülünk előadásra, készülünk könyvbemutatóra, vagyis nem tudom ez a videó mikor lesz, de lehet, hogy már volt akkor a könyvbemutató, volt már workshop, egyszerűen arra nincsen lehetőségem, hogy külön még a YouTube-ra is csináljak tartalmakat. Az a terv egyébként, hogy majd idővel nyilván a taxi egy kicsit lejjebb fog menni, ez a motivációs vonal feljebb fog menni, így akkor már lesz nekem is több kapacitásom erre, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem tudom, ki ismeri, meg milyen korosztály nézi most ezt a videót, gondolom a fiatalabbak, de régebben volt a Commodore 64-es számítógép, igen, ami azért nem volt egy túl gyors gép, de amikor kettő darab program futott rajta, akkor tök jól működött. És amikor rápakoltam mondjuk 10 programot, akkor meg elkezdett fagyni. És azt gondolom, hogy fontos az, hogy bizonyos a fókuszunkat ne szórjuk szét, mert akkor semmi nem fog működni. Ezzel azt szeretném mondani, hogy most a YouTube ezért nincsen benne a fókuszba, mert nem szeretnék lefagyni. Jó. Hát ez szerintem teljesen megérthető. Ez teljesen megérthető. Én is próbálok majd YouTube-ra több videót feltölteni, mert mostanában tényleg nagyon elhanyagoltam, és nagyon sokan jelezték már, hogy lenne rá igény, úgyhogy azt mindenféleképpen meg kell majd valósítanom. A magyar TikTok közösségről, beszéljünk már egy kicsit a magyar TikTok közösségről, hogy mi a véleményed róla, hogy milyen a felhozatal, összetartóak-e a kreátorok, a felhasználók, a nézők? Hát igazándiból semmilyen dolgot nem tudok mondani, ismertem meg TikTokról embereket, személyesen is, ugye téged is onnan ismerlek, lett utasom a TikTokról, úgyhogy nem tudok erre a dologra semmit mondani. Nem volt még negatív példám. Az nekem, nem tudok mondani negatív példát, az nekem nem negatív, hogyha valaki oda kommentál különböző trágárságokat, tehát ez úgy semmi. Hát erről nem tudok nyilatkozni. Én is figyelmen kívül szoktam hagyni a negatív kommenteket, bár tényleg vagyok mostanában olyan szerencsés helyzetben, hogy sok negatív kommentet nem kapok. Hogyha kapok is, akkor meg amúgy nagy troll volt a srác, hozzászól, nevettem rajta egyet, aztán igen, de mondjuk a te tartalmad viszont tényleg annyira célorientáltan a tanulás jellegűek, hogy oda nem is tudom, hogy milyen negatív kommentet lehet írni, vagy mi volt a milyen negatív, most nagyon érdekelne engem, mert aztán hozzám ilyen milliókat lehet írni, de te annyira ilyen fókuszorientált vagy, hogy nem is tudom elképzelni. Nem is tudom most hirtelen megmondani, mi lehetett a legnagyobb negatív kommentem. Nem is emlékszek rá. Mert milyen típusokat szokták kapni? Hazudok, kitaláltam, hülyeséget beszélek, tehát ilyen jellegű dolgokat. Inkább azt gondolom, hogy azok az emberek írnak, akiknek a legjobban betalál a videó. Azt mondod, hogy ezt
annyira betalál nekik, hogy irítségből, vagy ilyen védekezési mechanizmusból azt az mondják, hogy... Az egójukat bántja. De aha. Most például kiraktam ezt az edzős videót, hogy azok, akik ki vannak gyúrva, ő nekik azért, mert jó a genetikájuk. Hát nyilván nem, vagyis ez is biztos benne van, de hogy reggel 6-kor ők már felkelnek, vagy 5-kor felkelnek, ők tesznek érte, hoznak áldozatokat, és ugye például sokan szeretnék azt, hogy ők is így kinézzenek, de azért eszik a chipset meg a csokit. És ez mondjuk valakinek betalál. Mert magára ismer. Igen. Abban a dologban, amiről beszélnek. Igen. És nem bántani akarok ezzel senkit, hanem teljesen mindez olyan, mint egy kavics a cipődbe, tudod, nyomja a kislábujjadat. És addig nem veszed ki, ameddig már nem, amíg nem fáj annyira. Ez legyen csak ott az embereknek a fejébe, ez, amit mondtam, ott motoszkáljon, és amikor majd meghozzák a döntést, akkor legalább már lesz egy alapja ennek az egésznek, vagy akkor tudják, hogy induljanak el. Hát igen, de annak érdekében, hogy valaki fejlődjön, szembe kell nézni saját magával. Hogy tényleg én azért nem tartok ott, ahol szeretnék az életbe, mert Fortnite-ozok, számítógépezek, eszem a chipset, meg ilyenek. És ugye ez a... Igen? Igen? Mondja nyugodtan. Ugye, hogy ez az önfejlesztés pokla, amikor egyre nagyobb és nehezebb dolgokkal kell szembenézni saját magaddal, a saját magad életében. Igen. És ez a legnehezebb. Igen, szóval szembesülni kell azzal, hogy amit eddig csináltál, az nem mehet tovább, és ez, mikor tényleg a kényelmes életedet felszeretnéd adni egy olyan életért, ami tudod, hogy jobb, de tenni is kell érted, na, az nem szokott működni nagyon sok embernél. Na, szuper, akkor hát jót beszélgettünk, még egy kérdésem lenne, hogy egy kicsit hazai pályára evezzek. Mennyire érdekelt téged a pénzügyi téma, mennyire vagy járatos benne, mit hallottál technológiákról, bitcoinról? Mesélj el. Igazándiból a pénzügyi téma engem annyira érdekel, hogy amikor valamilyen tartalmat kiteszel a TikTokra, ezért is kezdtelek el követni, akkor azt meghallgatom. És mint információk értékesek számomra úgy, hogy teljesen tudatlan vagyok a pénzügy dolgokkal, de viszont azért hallgatom tőled ezeket, mert sokat lehet tanulni belőle. A bitcoinról annyit tudok, hogy egy láthatatlan valuta. Nem értek egyáltalán a pénzügyi dolgokhoz. Mármint ahhoz a szinthez nem értek, amit te a TikTokon képviselsz, mert ugye azért már komolyabban belemész a dolgokba. Nyilván azt gondolom, hogy magát a pénzt azt már iskolától kezdve oktatni kellene, de nem is, tehát nagyon kiskortól kellene oktatni magának a pénznek a kezelését, mert ezzel akár a saját életemben is komoly gondok voltak, meg komoly gondokat látok más embereknél. Igen, és látod, meg egy kicsikét... Tényleg annyira alapvető téma a pénz, mert akárhova, már kapu nem tudsz kimenni úgy, hogy legalább 1000 vagy 2000 forint ne legyen nálad, és mégis ott van az iskola, és a legfontosabb dologról, ami tényleg az életben maradáshoz kell a 21. században, egy szó se esik az iskola padjára. Igen, és én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a kedves hallgatók, a kedves nézők, amikor otthon leülnek egy családi ebédnél a szülőkkel, akkor mikor hallottak olyan beszélgetést, hogy leül a család az asztalhoz, és ugye a gyerekek mit hallanak a szülőktől, hogy az a csodálatos pénz, az a gyönyörű pénz, az a szeretetteljes pénz, mennyire szeretjük, hát inkább az, hogy az a rohadt pénz. Már megint nincs pénz erre, már megint ezt kell venni, és nincsen rá pénz, és már gyerekkorból elkezdődik egy ilyen programozás, hogy utálni kell a pénzt, mert az egy rossz dolog. Pedig nem. És azt gondolom, hogy ezért sokan egy kicsit óckodnak is tőle, és nem igazán fogékonyak. Várjál, tehát azt gondolom, hogy pontosan ezért az emberek óckodnak is tőle, mert mindig ezt hallották már gyermekként, hogy az a rohadt pénz. Igen. És hát tényleg annyira bele lett nevelve mindenkivel, hogy a pénz az elrontója mindennek, de szerintem nem így van, mert hogyha tényleg te tudatosan tudod használni, és tudod, hogy milyen technológia, milyen pénz mögött mi van, átlátod a dolgokat, akkor a jövőben is sokkal bölcsebb döntéseket tudsz hozni, és
Hát nem tudom, így most jobban megfogalmazva saját magamban, ez a célom, hogy aki tényleg engem követ, megtisztel annyira, hogy érdekli a pénzügyi téma, a gazdasági téma, hogy megpróbáljam egy kicsit oktatni őket, hogy ne, a pénz nem rossz, csak tudni kell vele bánni. Tudod? Ahogy példaképpen Péter mondta, a villamos árammal is lehet embert ölni és világítani. Igen. És a te döntésed, hogy melyiket fogod csinálni. Ez így van. Jó van. Jól beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy, köszönöm szépen én hogy is. Elfogadtad a meghívást. Szerintem ez az első podcastnek tökéletes volt, úgyhogy aki hallgatja ezt a podcastet, és nem iratkozott még volna fel Zsolthoz, az mindenféleképpen tegye meg. Harmadjára még egyszer nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő. Hogy elfogadtad a meghívást. Úgyhogy, hát hogy meglátjuk, hogy milyen visszajelzéseket kapunk hozzám, de van olyan érzésem, hogy még egy ilyen beszélgetést meg fogunk ejteni a közeljövőben. Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt lehettem. Oké. Szia-szia, jó utat nekem. Szia-szia. Köszönöm szépen, további szép napot. Szia-szia.